A farsangi bálok nem csak a gyerekeknek szólnak. A fényes vasori idősek otthonában évről évre megrendezik a mulatságot, és mindig nagy sikere van a lakók körében. Az otthon dolgozói zenével, közös tánccal és finom falatokkal örvendeztették meg idén is a szépkorú lakókat. Hagyományosan farsangi fánkkal, egy kis süteménnyel, üdítőitallal mulatjuk az időt. Nagyon fontos az, hogy szint vigyünk az itt élők életébe, hiszen nekik ez az otthonuk, többségük már nem nagyon tud innen kimenni, ezért is nagyon fontos az, hogy minden olyan lehetőséget megragadjunk, amit az ő életüket szebbé teszi. Azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, hogy lakók és dolgozók egyaránt beöltöznek, és így szint visznek egymás életébe is, hiszen nekünk is fontos, akik itt dolgozunk, hogy hát az vidáman, jókedvűen tegyük a dolgunkat. Már hagyomány, hogy farsangkor az otthon lakói és dolgozói is beöltöznek. Mint minden évben, idén is rengeteget készültek a farsangra, ami szemmel láthatóan nagyon jól sikerült. Ellestem a takarítónőktől a mozdulatot, mivel hogy nem volt semmi más ötletem, ez viszont kéznél volt. Összeszedtem egy öreg holmit, és magamra öltöttem. Egy kicsit farsangi hangulatba, de egy kicsit humorosan, hogy mások is örüljenek az ilyen furfangos ötleteknek. Minden rendezvényünket várják a lakók, tehát ugye itt az intézményben azért nagyon sok fekvőbetegünk van, ugye 24 órás ápolás gondozást igényelnek, és minden egyes ünnepre, vagy bármilyen alkalomra nagyon nagy szeretettel készülnek. Ugye ezt azt közösen is készítettünk, volt, aki egyénileg a kollégák közül, mert ugye a nővérkék ők nem mindig vannak itt, úgyhogy változó, de például a díszítést azt közösen készítjük. Reméljük, hogy jól is sikerül, mert úgy néz ki, hogy egész jó a hangulat. Úgyhogy elhozták a táncos lábaikat a lakók.